A kormányzat az önkormányzatok számára a szeptember 30-ai határidővel előírta a településképi arculati kézikönyv és rendelet megalkotását, melynek célja, hogy minden településnek legyen egy közösen kialakított ideálja arról, hogy mely elvek mentén kívánja a település környezeti értékeit védeni és fejleszteni. Pilis Csabán a város vezetése és a lakosok között az alkotó együttműködés érdekében júliusban párbeszéd indult. Települési arculati kézikönyvet kell elkészítenünk őszre, és ehhez kezdjük meg most az egyeztetést a lakossággal. Elsősorban szépészeti kérdésekről van szó, hogy úgy mondjam, tehát milyenek legyenek a házaink, milyen színeket használjunk, anyaghasználat milyen legyen, milyen formájúak legyenek a házak, milyen léptékűek. Ezt kell elsősorban meghatározni ennek az arculati kézikönyvnek. Jó példákat fogunk majd belerakni ebbe a könyvbe. És emellett én szeretném, hogyha ezt majd tovább vinnénk arra, hogy a közterületeinket is megálmodjuk, hogy azoknak milyen legyen az arculata egy-egy kis térnek, teresedésnek, itt Pilis Csabán az utcáknak, főként a főútnak, illetve itt a település központnak is. Ez lesz majd a következő lépcső. Az arculati kézikönyv lényegéről Marti Zsuzsát, Pilis Csaba főépítészét kérdeztük. Az arculati kézikönyv az annyiban más, mint a helyi építési szabályzat, hogy megpróbálja képekben, anyagokban, részletekben, közterületekben, tájban úgy megfogalmazni a Pilis Csaba mienségét, hogy az mindenki számára érthető legyen, még annak is, aki mondjuk Budapestről kiköltözik és most akar építkezni, mert ugye a főépítészeknek az a nagy problémájuk, hogy ilyen szárazon elmagyarázni, hogy mit is jelent az az igazi Pilis Csabai építészeti millió és íz, az elég nehéz. Ugye az építetők általában, amikor elkezdenek építkezni, akkor vesznek egy divatlapot a boltba, és akkor nézik, hogy mediterrán, minimál, melyik stílus tetszik nekik, közben keresik ugye a saját identitásukat is ebben a keresgetésben, csak abban általában nincs benne maga az a település, annak a helyi sajátossága, és az arculati kézikönyv, én úgy fogalmaztam magamnak meg, az olyan, mintha ez a divatlap, ez a helyi divatlap, hogy itt mi a módi, és hogy lássa az építető, hogy egyrészt mi az az a érték, amit örökíteni kéne, vagy át kellene vinni az új beépítésbe, amit ő tervez. Másrészt legyenek benne olyan jó példák, lehetőleg helyben, ami ezt a milliót, vagy ezt az építészeti karaktert leképezik, és azt szeretnénk, hogy ezt folytassák. A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel összefüggő lakossági észrevételek, javaslatok megtételére nyílik lehetőség július 31-én hétfőn 19 órakor, valamint augusztus 22-én kedden 19 órakor a Clarissa házban. A hivatalos alkalmakon felül informálódhatnak még a www.piliscsaba.hu honlapon és a Településképi Arculat Pilis Csaba Facebook csoportban.